Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk dr. Szűcsernő Péter, a Molpik Szeged igazgatósági elnöke. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Azt szeretném kérdezni, hogy miután ilyen sorozatot produkált a Szeged, szeretnéd, hogyha meg lehetne állítani az időt, vagy inkább ne? Ne, ne állítsuk meg, inkább, inkább szeretném, hogyha már körülbelül március vagy április elején lenni. Ja, de ez mindig azért egy kicsit rizikós, tehát akkor, amikor van egy ilyen sorozat, egészen elképesztő, ötből öt győzelem a bajnokok ligájában, a Veszprém ellen is győzelem, akkor azért az embernek olyan jól esik, gondolom, vezetőként leülni, és azt mondani, hogy fú, itt most álljunk meg egy pillanatra, ne menjünk sehová tovább, mert ez valami egészen hihetetlen. Igen, ez a, ez a rész, ez, ez mindig, mindig jó egy vezetőnek, hogyha, ha az általa irányító csapat az, az sikeres, de, de a sport az olyan, amikor hátradőlni sosem sem lehet. Talán, talán a, a, a nyár, nyár eleje az, és utána újra kezdődik minden. Ez mondjuk egy nagyon komoly nehézség, de úgy tűnik, hogy nálatok ezt nagyon-nagyon jól sikerült az utóbbi időszakban megoldani. Én, amikor látom ezeket a sikereket, mindig az van a fejemben, hogy decemberben, az elmúlt év decemberében ott voltam egy mérkőzésen, és érezhető volt a feszültség a csapaton, a csapat körül, a szurkolókon, mert hogy válsághelyzet volt. Hát az, ahogy ti válságot kezeltek, nagyon-nagyon sok pénzt fizetnek azért az üzleti szférában, hogy elmondja az, aki ezt meg tudta csinálni, hogy ezt hogy lehetséges. Tehát elmondanád nekünk most nem sok pénzért? Igen. Uh... Szóval, hogy mondjam, én nem, nem szeretem a válságszót, mert nem, nem válsághelyzet volt nálunk, hanem egy sikertelen időszak volt, amikor amikor azt gondolom, hogy hogy egy, egy vezetőnek, és nem csak nyilván én nekem, hanem a kollégáknak, vagy a tulajdonosnak, végig kell gondolni, hogy mi vezethetett ide, és mi, mi vezet ki ebből a, ebből a helyzetből minket, és... Abban mi egészen biztosak voltunk, hogy ha a játékosok nem felejtettek el kézilabdázni, hogy a pásztor nem felejtette el a, a szakmáját, valahogy nem működött a kémia, és ez ezt kellett tulajdonképpen nekünk átvészelni ezt az időszakot, illetve megadni azt a, azt a bizalmat mindenkinek, aki megérdemelte, mert ha emlékszel rá, azért volt olyan játékos, akitől ebben a, a, a szituációban megváltunk, de igazából mi, mi biztosak voltunk abban, hogy ebből ki fogunk jönni. Hogy lehettetek ebben biztosak? Hát amit mondtam, hogy a játékosok nem felejtettek el kézilabdázni, a, a, az edző nem felejtett el a szakmáját, nem, volt a, az öltözön belül nem volt olyan antagonisztikus ellentét igazából, valami nem működött. Jól jött nekünk az a, a december vége, január első vagy második felé tartó interregnum, amikor, amikor mindenki, a játékosok ugye világeseményen voltak, ő nekik a figyelmüket elterelt az, a pásztor pedig nyilván végig gondolta az addig, addigi, addigi dolgokat, és, és egy, egy minden értelemben megváltozott csapat jött vissza. Lehet ilyenkor konkrét okokat megtalálni, vagy pedig az van, amit mondasz, hogy azért abban lehet bízni, hogy az elmúlt évek munkája alapján, a játékosoknak a teljesítménye alapján lehet abban bízni, hogy ez csak egy átmeneti időszak. Mert ezért ez a sportban nagyon-nagyon rizikós dolog, nagyon kiszámíthatatlan. Igen, nyilván mi, mi azt gondoltuk, hogy ez csak egy átmeneti állapot, és, és majd a, a, az a bizalom, amit kap tőlünk, és a tulajdonostól a csapat az, az, az átsegítés. És egyébként ez így is történt. Te tehát az, aki, aki, akinek a személyében láttunk bármilyen bomlasztó ö, jelenséget, attól, attól megváltunk. De ez nem azt jelenti, hogy hogy ő volt a bűnbak ebbe a történetbe, hanem egész egyszer úgy gondoltuk, hogy, hogy ő neki nincsen ott. Helyet, tovább Azért van, hogy ezekről az időszakokról foggatlak most, amikor a sikeres időszak van, mert szerintem nagyon szervesen hozzá tartozik ehhez. Tehát az a sportoló, vagy az a csapat, ami nem él át hullámvölgyeket, az nem tudja ezeket a hullámhegyeket sem kezelni, mert akkor ott mindig van valami, ami elcsúszik. Szóval, hogy ez nagyon szervesen hozzá tartozik ahhoz, hogy mindenki legyen az játékos, vagy edző, vagy vezető tudomásul tudja venni, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem fog összeállni minden, és ezeket át kell vészelni. De ez nagyon nagy dolog, hogy ezt mindenki be tudta látni. És mindenkivel meg lehetett beszélni. Nálunk azért elég erős a kohézió. Tehát a, a, a pályán belül és a pályán és kívül. mi adja is. ezt a kohéziót? Szerintem az elmúlt jó pár év, hát azért a pásztorral ötödik éve dolgozunk együtt. Azt nem mondom, hogy minden rezdülésüket kölcsönösen ismerjük egymásnak, de azt gondolom, hogy hogy, hogy egy óriási bizalom és egy, és egy nagyon nagy tisztelet működik pro és kontra. Jelen pillanatban a bajnokok ligájában csak a PSG-nek sikerült egy ilyen sikerszériát felmutatni, itt azért hangsúlyozom, a sorozat elején vagyunk természetesen, de mégis nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a sorozat elején hogy demonstrál egy csapat. Ez csak a Molpik Szegednek sikerült meg a PSG-nek eddig ebben a sorozatban. Ez a későbbiekre nézve szerintetek mennyire fogja befolyásolni, és még azt sem mondom, hogy az eredményeket, csak azt a hozzáállást, amikor kimentek a pályára, amikor az ellenfél ott van szembe, amikor mondjuk elbizonytalanodik egy lövésnél. Szóval mennyire tudja ez a tapasztalatok alapján befolyásolni a jövőt? Nézd, ö, azt gondolom, hogy aki, aki látta ezt az elmúlt öt mérkőzésünket a Bajnokok ligájában, az tapasztalt nehéz mérkőzést, és ugye utolsó pillanatban kivívott győzelmet, és, és relatíve könnyebben sikerült mérkőzés, és ez furcsa azt mondani, hogy nehéz volt egy Zágráb ellen, vagy, vagy, nehéz volt egy, egy Zaporozsi ellen, és könnyű volt a Bundesliga bajnoka ellen, mert tulajdonképpen az egy könnyű mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy a játékosoknak ez egy óriási magabiztosságot ad. Nem nagy képűséget, nem könnyelműséget, hanem egy magabiztosságot, hogy, hogy, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket, és ez nem azt jelenti, hogy ez így fog történni Gondolom én az egész azonban biztos mi is ö, ö, fogunk vereséget szenvedni, bár nem nagyon szeretnénk, de azt gondolom, hogy a, hogy a, a csapaton belül ez egy hatalmas tartást ad most nekünk. Ugye több fronton is megy a küzdelem, zajlik a küzdelem nem csak a bajnokok ligájában, hanem itthon a magyar bajnokságban is. Nagyon sok volt a találgatás, nagyon sokan írtak a Veszprém elleni mérkőzés előtt arról, hogy nagyon régóta nem fordult elő, hogy azt mondják a szakértők, hogy a Szeged az esélyesebb ezelőtt a mérkőzés előtt. Ez valami teljesen más tudatállapot most, mint amit sokszor láttunk itt az elmúlt években, vagy akár évtizedekben is. Igen, ez egy picit nekünk is furcsa azt is megmondom, hogy miért, mert, mert azért bármilyen sikeresek vagyunk mi most a Bajnokok Ligájában, vagy bármilyen sikeresek vagyunk a Magyar Bajnokságban, azért mi nagyon tiszteljük és respektáljuk a Veszprémet. Ez nem azt jelenti, hogy nem, mentünk, vagy nem úgy mentünk oda, hogy ne nyerjünk Veszprémbe, de magával ezzel a tényel szembesülni azért be kell, hogy valami, hogy egy, hogy egy picit nekem is furcsa érzés. Még. De jó, jó érzés. El tudom képzelni, hogy mennyire jó érzés lehet. Viszont egy kicsit visszatérve a ti területetekre, a vezetők területére, az igazolásokról, azt mondják a szakértők az elmúlt években, hogy elképesztően jól építkezik a Szeged. Hogy működik ez nálatok? Hogy van a, a munka együtt az edzővel, a vezetőkkel? Ez, hogy néz ki ez a, az a koncepció? Ugye nálunk a, a, az egésznek a keretét adja a, a büdzsénk. Tehát nekünk minden évben a tulajdonság által jóváhagyott költségvetésünk van. Ezzel szembesítjük az edzőt, és ehhez kérjük, hogy válogassa ki azokat az adott posztra levő játékosokat, akiket ő ebbe a rendszerbe, amit ő képvisel, be tud építeni. Tehát nálunk azért, azért bár a mi fantáziánk is szárnyal sok esetben, de azért mi mindig ott maradunk, hogy, hogy abban, a, abban a keretek közé tudjuk szorítani a csapatunkat, ami, ami, ami vállalható gazdaságilag. Tulajdonképpen nagy, nagy titok nincsen, egyébként ugye visszanézve a West Premier mérkőzést, és ott elmondta a, a, a speaker, hogy hat éve építi a Pásztor a, a Szegedet, és látszik az eredménye, ami annyiból nem igaz, hogy, hogy tulajdonképpen ez a csapat két éve kezdte el a munkát, és ehhez párosult most ugye három, három négy új játékos, de effektíve mi azért egy olyan három éves intervallumokban gondolkodunk, és akkor úgy próbáljuk felépíteni a csapatot. Viszont most a legújabb hír az, hogy Cselman is aláírt 2020-ig, ha jól emlékszem, ugye? Így van, hát ön, nekünk nagy öröm, azt gondolom, hogy ő egy akkor egyenisége a nem hazai és a nemzetközi kézilabdának, hogy, hogy minden pillanatát ki kell élveznünk, amíg ő itt van még. Azt szokták mondani a menedzserek, hogy nem csak az számít, hogy mennyire sikeres egy csapat, ami persze nagyon fontos egy játékosnak, de ezek a játékosok most, ha akár csak bombácsot említem, de sok mindenkit fel tudnék sorolni, hogy szeretnek itt lenni, főleg ha egyszer már voltak itt, akkor nagyon szívesen vissza is jönnek. Nyilván ö, ö, mi megpróbáljuk azokat a feltételeket biztosítani, ami egy játékosnak a, 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 a pályafutásához szükséges. Nyilván Szeged egy, egy szerethető város, megfelelő megfelelő infrastruktúrával, ö, sőt, jobb infrastruktúrával, mint a csapat, tehát ugye általában akik jönnek, azok is jól érzik magukat, illetve hát ez a közeg, ez a szurkolótábor, ez a, ez a szakmai közeg, ami, ami párosul a, a mi működésünkhöz, ez azt gondolom, hogy egyre inkább vonzó most már. Melyik a nehezebb? Ugye vannak azok az időszakok, amikor nem jönnek az eredmények, amikor meg kell adni a bizalmat, amikor türelmesnek kell lenni. Aztán van ez az időszak, amikor nagyon-nagyon megy a szekér, és ilyenkor meg nagyon észnél kell lenni, hogy nehogy véletlenül elszaladjanak az elvárások, aztán utána lehet szaladni utánuk, és végül esetleg, ha nem sikerül, akkor lehet magyarázkodni. Szóval nagyon, minden időszaknak és minden helyzetnek megvan a nehézsége. Mi van most ezzel kapcsolatban? Aki ismer minket, az, az, az tudja, hogy bár, bár nem szoktuk végig alá rejteni a, a, a véleményünket, vagy a célkitűzéseinket, de azért minden ponton megmaradunk, azt gondolom, hogy a földön. És most is úgy vagyunk vele, hogy bár, bár nagyon örülünk, és velünk, ugye folyamatosan velünk kapcsán, vagy rólunk mindig emlegetik a Final four mi azért inkább csak mérkőzésre, mérkőzésre gondolkodunk. Mi pedig nagy örömmel nézzük ezeket a mérkőzéseket, mondom, amit még szeretnél, de volna még egy mondat. Annyit, hogy, hogy nyilván mi lennénk a legboldogabbak, hogyha eljutnánk a final forba, de az még azt gondolom, hogy most egy picit idő előtti. Mi pedig szurkolunk a bajnokok ligájában, mind a két magyar csapatnak természetesen, és öröm volt ezekről a sikerekről beszélgetni. Köszönöm, széten, hogy köszönöm szépen, hogy eljöttél. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.